Idén megnyithatja kapuit a Borszéki Wellness Központ, viszont még 1 millió lei hiányzik a munkálatok befejezéséhez. Az épület egy kezelőbázisnak és egy wellness központnak is helyet adna, amely nyáron napi 1000, télen pedig 700 szemét tudna fogadni. Borbóly Csaba és Jompró-Kál megyei prefektus a napokban körútra ment, és többek között a felújítás alatt álló Borszéki Wellness Központot is meglátogatta. A kezelő és wellness központban hidroterápiás és elektroterápiás kezelések mellett egy sóterem, több masszázsterem és mofetta is helyet kapott, de borvizes fürdőzési lehetőség is lesz. A wellness részleg kültéri és beltéri medencével rendelkezik majd, továbbá lehetőség lesz finn és infraszaunázásra, valamint gőzszaunázásra, mondta híradónknak Borszék polgármestere. Borszéken ugye 900 méter tenger magasságon nincsen termál víz, mi a vizet kell, ugyanúgy az ásványvizet is melegítsük, egy picit költségesebb, de hát annál inkább leszünk egyedibbek, ugye, hogy ásványvízben lehet nem csak kezelést végezni, tehát kádas kezelést, hanem maga mint medencék is lesznek, és ásványvízben lehet fürdőzni. Hozzátette, a kezelőközpont felújítását 2011-ben kezdték el. Időközben forráshiány miatt többször le kellett állítani a munkálatokat. Jelenleg a beruházás 76%-a van kész, az építkezési munkálatok azonban már csak nem teljesen elkészültek, csak a beltéri bútorok megvásárlása van hátra, amelyre Hargita megye tanácsa áprilisi ülésén 600 ezer lejt hagyott jóvá, de hozzávetőlegesen még 1 millió lejt szükséges a munkálatok befejezéséig.